Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, olyan jó volt elsorolni ennek az éneknek a szavaival a hálaadásunkat, olyan jó előtted kiönteni a szívünket. Néha olyan nehéz lesz a mi szívünk. Köszönjük azt a nagy lehetőséget, hogy csak ugyan úgy jöhetünk hozzád, Jézusra való tekintettel, mint gyermekek az apjukhoz. Köszönjük, hogy egyszerű bizalommal szabad nekünk azt mondanunk, hogy mi atyánk, és aztán jöhet minden a szánkon, ami ott van a szívünkben. Köszönjük, hogy sokszor akkor tudjuk meg mi is, hogy mi a szívünk igazi tartalma, amikor eléd tesszük, mert akkor kerül világosságba a mi egész belső világunk. Köszönjük ezt a nagy lehetőséget. Bocsáss meg, ha nem éltünk vele az elmúlt héten. Bocsáss meg, ha magunkban fortyogtunk, ha magunkban keseregtünk. Bocsáss meg, ha még mindig azt hiszük, hogy bírjuk nélküled is az élet terheit, vagy ha különösen azt gondoljuk, hogy lehet neked tetsző életet a saját erőnkből élnünk. Valljuk, Úr Jézus, hogy igazad van neked abban is, hogy nálad nélkül csak ugyan semmit sem cselekedhetünk. Ezért köszönjük, hogy utánunk jöttél és segítesz minket, sőt köszönjük, hogy szent lelkedben azt a nagy lehetőséget kínálod, hogy bennünk lakozol, bennünk maradsz mindvégig, és belülről irányítasz, erősítesz minket. Olyan nagy szükségünk van a te vígasztalásodra, erősítésedre. Olyan sok erőtlenséget tapasztalunk magunkban. De köszönjük, hogy már is kérhettük, hogy erőtlenségemben légy én erősségem. Kérünk téged, hogy ragyogtasd föl most a te igédből ennek a nagy lehetőségét, hogy mindenre lehet erőnk te benned. Hogy te megélted azt, ha néha roskadozunk, de nem hagysz minket összeroskadni. Köszönjük, hogy sokszor te magad terhelsz minket, azért, hogy erősíts, és éppen eközben adsz újabb és újabb erőket. Köszönjük azokat a csodákat, amiket a közelmúltban tapasztalhattunk. Köszönjük, ha láthatjuk, hogy te valóban mindez ideig munkálkodsz. Munkálkodj itt most is bennünk. Igéddel és szent lelkeddel teremts újat. Teremts újjá egészen minket. Hagy nekünk új gondolkozást, újfajta indulatokat. Az az indulat hadd legyen bennünk, ami benned, Urunk Jézus Krisztus. És közben erősíts a terheinkhez, vagy szabadíts meg terhektől, a bűntehertől, mindenképpen kérünk, hogy szabadíts meg, és tedd készé a szívünket arra, hogy még mások terhét is szívesen hordozzuk. Taníts minket ma erre is, közben a te ajándékaidat osztogasd gazdagon. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a zsidókhoz írt levél 12. részének 12. és 13. verseiben így olvashatjuk. Éppen ezért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt, inkább meggyógyuljon. Néha ilyen egyszerű kérdéseket is jó föltenni Isten igéjének, amikor olvassuk, hogy miért kellett a zsidókhoz írt levél szerzőjének ilyesmiről írnia a címzetteknek. Hogy a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, lábaitokkal egyenesen járjatok, a sánta el ne hajoljon, sőt, inkább meggyógyuljon. Miért kellett erről írnia? A legegyszerűbb válasz erre az, hogy nyilván azért, mert észlelt ilyen jelenségeket abban a gyülekezetben. Ezért hozzászól, és elmondja, hogy mi Isten tanácsa ezzel kapcsolatban. Voltak a gyülekezetben olyan hívők,
akiknek az életében a gyöngeségnek, a megfáradásnak, az elbizonytalanodásnak a jelei mutatkoztak. Na de hát előfordulhat ilyesmi hívő keresztjének között is. Hát miért ne fordulhatna elő? Na de mégis hát nem szégyen az, hogy ilyenről kell írni egy gyülekezetnek. Legalább ne szerkesztené ki a levélbe őket. Mondaná azt, hogy bújjatok el szégyenetekben, addig, amíg ilyen ingatag lábaitok vannak, amíg csüggenek a kezeitek, hiszen ti is tudjátok, hogy mást kell tennetek, ne derüljön ki ez a szégyen. Egyáltalán szégyelje magát mindenki, akin a gyengeség jelei mutatkoznak. Ő azonban nem ezt írja. Nem azt mondja, hogy a gyöngéket, a bizonytalanná váltakat ki kell zárni, vagy meg kell inteni, hanem azt mondja, hogy szedjétek rendbe magatokat, a többieket meg arra biztatja, hogy bátorítsátok különösen is azokat, akik éppen arra szorulnak, és a gyengeség jelei mutatkoznak rajtuk. Azért érdemes ezt a kérdést ma körbejárnunk, mert egyre jobban terjedőben van egy teljesen hamis elképzelés a hívőkkel kapcsolatban. Eszerint a hívőknek mindent bírniuk kell. Folyamatosan túl kell teljesíteniük önmagukat, mindig többet kell fölmutatniuk, mint másoknak, velük bármit lehet tenni, nekik akkor is kedvesen mosolyogniuk kell, éjjel-nappal megszakítás nélkül szolgálatban kell állniuk, és aki ezt nem bírja, vagy nem csinálja, az szégyelje magát, annak baj van a hitével, az mondjon le, vonuljon vissza, álljon ki a sorból, legalábbis addig, amíg rendbe nem jön. Nos, a Biblia egészen másként vélekedik erről a jelenségről, hogy hívő emberek is megfáradhatnak. És az első keresztjének sokkal józanabbul és természetesebben dolgozták föl a hitbeli és fizikai meggyengülésüknek a problémáját. Éppen ezért ma erre a kérdésre keressünk választ, hogyan kezeljük a gyöngeségeinket. Azzal a ténnyel valószínűleg mindannyian találkoztunk, vagy biztosan mondom, hogy fogunk találkozni előbb-utóbb, hogy az ember néha eljut oda, hogy elfogy az elje. Egyszerűen a tartós terhelés, vagy tartós túlterhelés egyenes következménye az, hogy egyszer a teljesítő képessége határához érkezik, és nem bír többet vállalni. Nem tudja több feladatra azt mondani, hogy igen, megcsinálom, lehet, hogy a lélek kész, de a test a szó szoros értelmében erőtelen. És lehet, hogy miután egész nap bosszantották, és nem engedték, hogy azt csinálja, ami a dolga lenne, hanem mindig mindenki váratlanul, de azonnal valami igénnyel lépett föl, és ő igyekezett kielégíteni ezeket az igényeket, estére nincs kedve mosolyogni. És úgy jön el egy esti bibliaórára, hogy itt elbőgi magát. Vagy úgy megy haza, hogy otthon minden bejelentés nélkül, miután lepakolta a szatyrokat vagy a táskáját, kicsordul a könnye. Egész nap tartotta magát, mindenkinek a terhét magára vállalta, összeszorított foggal cipelte, és egyszer csak elfogy az erő, és valahol kibukik a gyengeség. Ezzel a jelenséggel minden teherhordó és főleg másokért élő ember fog találkozni. A legjobbakkal is előfordulhat ez. És a Biblia arra bátorít ma bennünket, hogy emiatt nem kell kétségbe esni. Ezt nem kell dramatizálni. Ez önmagában még nem tragédia, és nem azt jelenti, hogy az illető elveszítette a hitét. És főleg nem azt, hogy Isten elvetette őt, vagy hogy kiesett a kegyelemből. Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy a hívő keresztjéneknek is van idegrendszerük. És nem lehet vég nélkül terhelni őket. Mert ha sokáig nem hagyják őket aludni, ők ugyanúgy kimerülnek, mint mások. Mivel ők hívő keresztjének, és ha csak ugyan van közösségük az élő Krisztussal, az idegrendszerük is egészen másként reagál az azt ért hatásokra, mint a hitetleneké.
ez nyilvánvaló általában. De az nem következik abból, hogy valaki hívő, hogy vég nélkül és mértéktelenül lehet terhelni, és ugyanúgy fog bírni mindent. Nem kell tehát kétségbe esni, amiatt, ha a gyengeség jelei mutatkoznak, de nem szabad beletörődni. Mert ez betegség, amit kezelni kell. Ezért fogalmaztam így az alapkérdésünket, hogy hogyan kezeljük gyengeségeinket. A gyengeségeink sok helyzetben kiderülhetnek, nem kell miattuk kétségbe esni, de nem szabad őket erénynek tekinteni, vagy konzerválni, vagy igazolni, hanem kezelni kell. A szó orvosi értelmében is betegségről van szó, ami gyógyítható, és gyógyítani kell. Ezért mondja itt alapigénk is, hogy meggyógyuljon az, akinek csüng a keze, és nincs elő a térdében, és hoskadozik éppen a lába, az bátorítsátok és erősítsétek, hogy meggyógyuljon. Szeretnék először néhány igét olvasni, vagy arra emlékeztetni a testvéreket, amikből nagyon szépen kiderül, hogy milyen őszintén beszél a Szentírás erről a jelenségről. Utána pedig olyan igéket szeretnék majd felsorolni, amik a gyógyulásnak az útját mutatják. Az Ézsaiás könyve 40. részén van az a néhány mondat, amit sokszor szoktunk idézni, és sokan könyv nélkül is tudják, ahol Izrael, mint nép elkeseredett egyszer, és némelyek már azt kezdték mondogatni, hogy nem gondol velünk Istenünk, még az Isten is elfeledkezett rólunk, és akkor ezt mondja a próféta, ő erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelennek erejét megsokasítja. Mert elfáradnak az ifjak, és megtántorodnak, meglankadnak még a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyal kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. A legkülönbek is meglankadhatnak és megtántorodhatnak. És ezzel nincs vége mindennek. Ez azt jelenti, hogy a legkülönbeknek is kikezdhető az idegrendszere. De akik az Úrban bíznak, azok újra kiegyenesítik a térdüket, hogy alapigén képénél maradjak, azoknak nem lóg erőtlenül a kezük, hanem újra megerősödik munkára és szolgálatra és mások támogatására, és mennek tovább diadalmasan azon az úton, amelyikre Isten elhívta őket. Aztán lehet, hogy egyszer megint előfordul, ó szégyen, hogy kiderül az erőtlenségük, és akkor megint megkapaszkodnak az Úrba, és ő fölemeli őket, és megint szárnyra kelnek, és futnak, és egy ideig megint nem lankadnak el. A legkülönbekkel is előfordulhat ez. Illés igazán a legkülönbek közé tartozott. És ismerjük azt a történetet, ha nem, szándékosan nem olvastam föl, hogy délutáni olvasmányként meghagyjam a testvéreknek a Királyok első könyve 19. részét. Jó lenne délután, hogy szépen, csendben, nyugodtan, apróra, gondolkozva elolvasnunk, ahol egy Istennek ilyen kiváló szolgája, mint Illés. A Kármelhegyi nagy jelenet után, ami egésznapos koncentrálást és feszültséget jelentett neki, és amikor este meghallja, hogy a gonosz királyné őt még aznap el akarja tenni lábalól, akkor ezt a hírt már nem tudja földolgozni. És fölmond Istennek, és azt mondja, hogy meg akarok halni. Nem bírja tovább. Testileg, lelkileg annyira ki volt merülve, hogy abban az állapotában egy ilyen váratlan plusz terhet nem tudott magára venni. Azt mondja, hogy meg akarok halni, nem csinálom tovább. És rendkívül tanulságos, hogy mit tesz akkor Isten. Nem szidja, nem szégyeníti meg, nem fogadja el a felmondását, hanem kezelésbe veszi. Először is altatja, aztán megeteti, megitatja, megint altatja, ki van merülve. Először fizikailag kell rendbehozni. Azután beszél vele.
kapja Isten drága igéjét, és szinte lehet látni, ahogy éledezik ez a végsőleg kimerült ember, az igét hallgatva. Aztán kap egy feladatot, először könnyebbet, aztán nehezebbet, és szinte észre sem veszi, már megint szolgálatban van, Isten használja, és nagy dolgokat végez el általa. A legkülönbek is eljuthatnak oda, hogy nem bírom tovább, és lefekszik egy fenyő alá, halljak meg. De gyógyítható ez a betegség. És Isten az említett módon gyógyította meg őt. Vagy olyan jó, hogy a legnagyobbra, ami Urunk Jézus Krisztusra is nézhetünk. Most olvassuk a János evangéliumát, és annyira szép az a mondat, ami ott a negyedik rész elején van, hogy Jézus Samáriának Sikár nevű városába ment, ott volt a Jákob forrása, Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz. Még a mi Urunk Jézus Krisztussal is előfordul olyan, hogy fáradtan leoskad valahova. Mert hosszan gyalogoltak nagy melegben, és még ő is megszomjazik ilyenkor. Nem abban különbözött ő tőlünk, és nem abban különböznek az igazán hívők az ő mai tanítványai a többiektől, hogyha sokáig nem esznek, nem éhesek, hogy akármit csinálnak, nem fáradnak el, hogy a nagy melegben nem szomjaznak meg, nem. Hanem abban, hogy ilyen fáradtan, ilyen éhesen és ilyen szomjasan sem magával volt elfoglalva, hanem annak a nyomorult asszonynak az üdvössége, meg a tönkrement házasságának a rendbehozatala izgatja, és a másikkal foglalkozik, és eközben megfeledkezik arról, hogy enni, inni kellene, és a tanítványok, mikor megjönnek az elemózsiával, csodálkoznak, hogy Jézus nem kap rajta, és ilyen furcsákat mond, hogy az az én eledelem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Ez a különbség, hogy még ilyen állapotban is a másikért van ott. De nem az a különbség, hogy fizikailag nem fáradhat el, vagy a gyöngeség jelei nem mutatkoznak. És gondoljunk csak a Gecsemáné kertre, ahol ő gyötrődött és szenvedett, és még ő is így kezdi az imádságát, hogy Atyám, ha lehet, ne kelljen kiinnom a keserű poharat, de ilyen állapotában is az Atyához kiált, és nem megy vissza a mennybe a kereszthalál előtt, hanem végigjárja a szenvedés útját, és mégis kiissza az utolsó csöppig, azért lehetünk mi ma itt, és azért lehet bocsánatunk és üdvösségünk, nem futamodott meg, noha volt egy olyan pillanat, vagy egy olyan szakasz, amikor legszívesebben akkor abba hagyta volna az egészet. De mégis engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ez a különbség. A gyöngeség jelei még rajta is mutatkozhattak, de az Atyához kiáltott, legyőzte azokat, és mégis álhatatos maradt mindvégig. Nem kell tehát nekünk felettébb szégyelnünk, ha kiderül, hogy még mi is, ha valaki magát a legkülönbek közé sorolja, még a legkülönbekkel is előfordulhat, hogy meginog, megtántorodik, elgyengül, legszívesebben abba hagyná, nincs ereje tovább. Ez előfordulhat bárkivel. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy tönkrement a hite, vagy hogy nem is hívő, vagy hogy Isten most már ő vele nem törődik. Ennek lehetnek hitbeli okai is, és azokat rendbe kell hozni, lehetnek egyszerűen fizikális okai is, akkor meg kezelésbe kell vennie magát, meg kezelniük kell az ilyeneket a többi hívőknek. Hiszen alapigénk éppen őket biztatja, hogy vegyétek körül a gyöngét. Gondoljunk a bajtársakra, akik a sebesültet cipelték a maguk felszerelése mellett is, sokszor nagyon erőtlenül, már-már hiányos felszerelésben, fogyó erővel, de nem hagyták ott az úton meghalni a sebesült bajtársat. Eféléről beszél itt az ige. Bárkit érhet olyan lövés, hogy nem tud tovább menni. A többi ne hagyja ott,
és ne menjen el mellette, ő meg ne szégyelje magát amiatt, és ne akarjon meghalni amiatt, hogy most ő van a legnagyobb bajban. Fogadja el a segítséget. Néha ez is baj, hogy nem tudnak a hívők alázatosan elfogadni másoktól segítséget. Tessék megtanulni, hogy ez vele jár az élettel. A Krisztus követésében lőnek, mégpedig élessel lőnek. És ott különösen is rászorulunk egymás segítségére, tudni kell ilyet adni, és tudni kell elfogadni. És mivel még a mi Urunk Jézus életéből is olvashatunk ilyen jeleneteket, annál nagyobb biztatás nekünk az, amit nem véletlenül ír ugyanebben a levélben a levél szerzője, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken, hanem aki maga is megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Megint egy olyan tömör mondat, amelynek minden szavánál meg kellene állni. Ha valaki meg tud érteni minket a mi bukdácsolásunkban, erőtlenségünkben, az a mi Urunk Jézus Krisztus, aki amikor emberi testben volt, itt közöttünk minden kísértésnek kitette magát. Amik között mi járunk, ő tudja, hogy mit jelent kísértések között élni, ő tudja, hogy milyen nyomorult ez az emberi test és természet, egyedül ő tud igazán megérteni minket és megkönnyörülni rajtunk. Járuljunk azért bizalommal ő hozzá, mondja a levél írója, mert ő megérti a mi erőtlenségeinket, és ő kihoz minket a mi erőtlenségeinkből. Ő nem csak sopánkodik és megértően bólogat, hanem belenyúl vagy beleszól az életünkbe, mint ahogy illésébe Isten, és attól az isteni szótól újra életre kell, megerősödik, meggyógyul a megbetegedett élet. Egyébként az első keresztjének egyáltalán nem szégyelték azt, hogy a gyülekezet tagjainak az életében a gyengeség jelei olykor mutatkoztak, hanem nagyon hasznos, világos, a Szentlélektől ihletett tanácsokat adtak arra nézve, hogy hogyan kell ezeket kezelni. Pál apostol a legelső, a legkorábbi levelében a tesszalonikai gyülekezetnek ezt írja: kérünk titeket, atyámfiai, incsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félénk szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenkihez. Ha tetszik, lehet háborogni vagy megbotránkozni, még az első keresztény gyülekezetben is voltak rendetlenek, erőtlenek, gyöngék, félénk szívűek. Hát aki igazán hisz, az nem fél soha, dehogy nem. Azt is elkapja néha a félelem, csak félelmében is ott marad Krisztus mellett, és nem fut el. Ez a különbség. És tudja, hogy ha elesett, van, aki fölemeli. Majd erre nézve néhány igét még a végén szeretnék olvasni. Egyébként nagyon fontos józanul számolnunk azzal, hogy a hívő emberek általában több terhet hordoznak, mint a többiek. Mert a hívőt terheli a bűn. Aki nem látja a bűnt bűnnek, nem szenved a bűnei miatt, meg a bűn miatt, ami a világban pusztít, annak sokkal könnyebb a helyzete, sok-sok helyzetben, esetben. Terheli ez. A hívő ember sokkal gyakrabban hordozza másoknak a nyomorúságát. Néha a magáéról megfeledkezve. Lehet, hogy az övé is nagyon nagy. Ott van egy gyógyíthatatlan beteg a családban, hordoz magában valami betegséget, mint Pál apostol. Anyagi gondjai neki is lehetnek, munkahelyi és lakás problémái neki is vannak, és még emellett hozzászokott ahhoz a Krisztus követésben, hogy egymás terhét hordozzátok. És sokszor szinte nem is a magáéval foglalkozik, ott majd lesz valahogy az Úr kegyelmes volt eddig is, hanem kinek, mivel, hogyan lehet segíteni. Ez nem jellemző úgy általában. A hívőkre viszont jellemző. És ezen kívül csak a hívőknek kell hordozniuk ebben a világban a Krisztus gyalázatát. Azt mondta Jézus az övéinek: ha gyűlölt titeket a világ, ne csodálkozzatok, engem előbb gyűlölt.
Ha e szerint a világ szerint gondolkoznátok és élnétek, semmi baja nem lenne a világnak veletek. Mivel azonban ti felülről születtetek és más normákhoz igazodtok, állandó összeütközésben lesztek az Isten nélkül gondolkozó világi szemlélettel. És ez valóban így van. Aki engedelmes Krisztus követő életet él, az annak szakadatlan hallania kell gúnyos megjegyzéseket, szemébe vagy a háta mögött. Az állandóan találkozik buta feltételezésekkel, rosszindulatú gyanúsításokkal, azt a Krisztussal együtt szidja, és nem tudja elviselni ez a világ. Ez a tény. Aki ilyennel sose találkozik, az vizsgálja meg, hogy Krisztushoz tartozik-e. Aki őhozzá tartozik, az nap mint nap beleütközik ilyesmikbe. Háthatételt szenved, a Krisztus gyalázatát hordoznia kell, és ebbe el lehet ám fáradni. Amikor úgy nagyon összejön minden, ahogy mondani szoktuk, e tekintetben is, az kifáraszthatja az embert. A zsidókhoz írt levél címzettjei pontosan ilyen helyzetben voltak. A megelőző fejezetekből kitűnik, ilyen kemény megállapítások vannak ott, hogy ti a vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, ti testvéri közösséget vállaltatok azokkal, akiket kivégeztek a hitükért, és készüljetek fel arra, hogy lehet, nektek is meg kell hallanotok Krisztusért. Még vérig, olvassuk, nem állottatok ellen. Lehet, hogy a véretekkel kell megpecsételni a hiteteket. Ilyen helyzetben éltek, és emellett még a sok hétköznapi és egyéb gond, hogy ne fordulhatott volna elő, hogy némelyeken a gyöngeség jelei mutatkoznak. Ez most nem mentegetés, egyszerűen a tényekkel kell számolni. Ezért ír ilyen józanul a levél arról, hogy akivel ez előfordul, hogy erőtlenül lóg a karja, és erőtlen a térde, és nem tud a lábával egyenesen járni, azt erősítsétek, hogy meggyógyuljon. Mert nem ez az ember és a hívő ember normális állapota. A kéz nem arra való, hogy erőtlenül csügjön, hanem arra, hogy termeljen, alkosson, simogasson, másokat támogasson, dolgozzék. És a térd se arra való, hogy beodjamba tehetetlenül álljon az ember, hanem hogy egyenesítse ki, és haladjon azon az úton, és terheket vigyen, esetleg a másikét is, és így tovább. Ez a normális állapot. A megingás, az erőtlenség, az elbizonytalanodás beteg állapot. De nem kell kétségbe esni miatta, hanem meg kell gyógyítani. Ezért nagyon fontos, testvérek, hogy tanuljuk meg ezt a bibliai őszinteséget. A gyöngeségeket nem leplezni kell, nem takargatni, nem mentegetni, nem magyarázni, nem kell szégyenében elbújnia annak a hívőnek, aki éppen megfáradt, hanem engedje, hogy erősítsék, és aztán jöjjön rendbe. Kell ehhez nagyfokú őszinteség. Kell hozzá férfias bátorság is. Merek gyönge lenni. Nem szégyellem felettébb, hogy én velem is előfordulhat. De nem törődöm bele, hanem mindent megteszek azért, hogy kijöjjek belőle. Ezért mondja itt az ige, hogy a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Mert ha magára marad, könnyen letéje az útról, vagy leül oda az útszélére, nem bírja a menetet, a többi elmasírozik mellette, és ott marad. És akkor tönkre mehet a hite valakinek. Ettől óv minket az ige, és azt mondja, hogy nem olyan nehéz a gyógyulás. Mi kell a gyógyuláshoz? Ha azokat az igéket mind sorba vesszük, nem fogom most mindet felolvasni, amik erről szólnak, akkor nagyon hamar kiderül, hogy először is öntse ki a szívét az, aki éppen küszködik valami erejét meghaladó problémával. Öntse ki először is Istennek, ami drága főpapunknak, aki megérti a mi erőtlenségeinket, öntse ki a testvéreknek,
és már ettől könnyebb lesz. Ez még nem adott gyógyulást, de elindíthat a gyógyulás útján. Nem magamban szenvedjek a megoldatlan problémák miatt. Öntsem ki a szívemet. Aztán néha egyszerűen fizikai pihenésre van szükség. Lásd Illés. Keresse az ilyen meggyengült, megfáradt hívő az Úrral való közösséget úgy, hogy félretesz átmenetileg feladatokat is, és erre koncentrál. Keresse a hívő testvéreivel való közösséget, mert azokon keresztül fogja Isten szent lelke biztatni, bátorítani, vigasztalni, és sokszor valóban úgy, mint Illés, szinte észre sem veszi, már meggyógyult és végzi tovább az Istentől kapott feladatát. Négy igét szeretnék azért olvasni, hogy úgy ki legyen kövezve ennek az útja. Az Ézsaiás könyve 35. részéből idézi tulajdonképpen a zsidókhoz írt levél ezt a két mondatot, amit itt hallottunk. És ott, az eredeti előfordulás helyén így van: erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok meg a tántorgó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, mert Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, ő jön, és megszabadít titeket. Itt nem csak azt mondja el a proféta, hogy mi történhet meg, hogy remeg a térdem, hogy félénk a szívem, hogy lankadt a kezem, hanem azt is, hogy mondjátok az ilyeneknek, hogy ne féljetek, mert a ti szabadítótok az Isten. És Isten éppen most jön szabadítani. Tehát Isten cselekedeteire, ígéreteire kell ilyenkor magunkat és egymást emlékeztetni. Arra, hogy el ne felejtsük, hogy ő szabadító. Hogy aki Jézus nevét kiejti, az ezt a szót mondja ki, hogy szabadító, ő Hósua, Jézus. Ő maga a szabadító. És lehet, hogy most még nincs erőm kiegyenesíteni a térdemet, és imára összetenni is alig van erőm a kezemet, nem, hogy mások terhét győzelmesen hordozzam, de bizonyos lehetek abban, hogy ő jön és megszabadít. Sőt, eljött már, hogy megszabadítson. Ebből a szabadításból kell nekem most merítenem. De meríthetek, mert van bőven és kínálja. Tehát a magam gyengeségéről a szabadító Istenre irányítja a figyelmet. Ez az ige. Érdemes ezen, ennek minden konzekvenciájával együtt elgondolkoznunk. Azután egy másik szép útmutatás a példabeszédek könyve 4. részében így hangzik: a te szemeid előre nézzenek, és szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényét, és minden útaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a lábadat a gonosztól. Vagyis ne visszafelé nézzél, és siasd a szép múltat, és zengedezzél arról, hogy a régi dicsőségünk hol késel az éji homályban, hanem nézzél előre. Tudnélik, van hova nézni. Isten jövőt készített. Most éppen itt fekszel elesett állapotban, de az úton fekszel, amelyik arrafelé vezet, és amelyiknek a végén cél van, és amelyiken ő maga megy előtted. Olyan szép ez a kifejezés, bár az eredetének a hangulatát is vissza tudnánk adni, hogy a te szemeid előre nézzenek, és a te szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Nem kell jobbra-balra pislogni, mint aki fél, vagy innen-onnan vár segítséget. Az én segítségem az Úrtól van. Őrá kell nézni, és előre nézni, és gyerünk tovább. Majd ő fölemmel, és azonnal tudom, hogy merre kell tovább menni, egyenesen előre a cél felé. Megint csak Istenre irányítja a figyelmet, és az álhatatossága bátorít. Aztán nagyon szép a 20. Zsoltárnak az a mondat, amelyik egyébként sok más helyen ismétlődik a Bibliában, ahol arról szól, hogy ezek, tudnélik a hitetlenek, szekerekben és lovakban bíznak. Mi azonban az Úrnak, ami Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Azok meghanyatlanak és elesnek, mi pedig felkelünk és megállunk. Nem azt mondja, hogy azok elesnek, mi hívők pedig sose esünk el. Csak minket van, aki fölemel. Mi épp úgy eleshetünk. Talán nem olyan gyakran, most mindegy. Nem itt van a különbség. A különbség ott van, hogy mi pedig fölkelünk és megállunk.
mégpedig nem a saját erőnkből kelünk föl, és talán a legszebb bátorító ige erre nézve az, amit most végül szeretnék felolvasni, ahol arról van szó, hogy van, aki fölemel minket. A Mikeás könyve utolsó fejezetében, a 7. rész 7. versében nagy belső harcokról vall nagyon őszintén a próféta. Még egy prófétával is előfordulhatott az, hogy egyszerre besötétedik körülötte minden, és kilátástalannak látja a helyzetét. Olyan mély verembe esett, hogy nincsenek kilátásai. De azt mondja, hogy fölfelé akkor is lehet nézni, a legmélyebb gödörből is nézhet fölfelé. És mit mond itt? De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de fölkelek, mert ha még a sötétben ülnék is, az Úr az én világosságom. Nem tudom, érezzük-e, hogy minden mondatában valami szent dac van, hogy akkor sem adom föl a harcot, de nem magamban bízom, hanem az Úrra nézek, ő az én világosságom, ő az én szabadítom, meghallgat engem az én Istenem, az én ellenségemmel szemben nem egyedül állok, hanem ő vele. Ez az Istennel való bensőséges, szoros közösség. Még ez is meglazulhat. Még ebben a bizonyosságban is meginokhat a hívő. És akkor megszólal ez a szent csak azért is. Amit ő mondott, az akkor is igaz, ha én most nem tudom hinni. Amit ő értem tett, az akkor is megtörtént, ha én azt most kétségbe vonom. Nem tudom, hogy ki ismeri ezeket a kemény hitharcokat. Előfordulhat, hogy még ez a kéte is megkísérti a hívőt. Kérdés az, hogy ragaszkodik-e ilyen elszántan az Úrhoz. Nem az a tragédia, hogy néha kiderülnek a gyöngeségeink, vagy néha különösen úrrá lesz rajtunk a gyöngeség, hanem az lenne a tragédia, ha abba beletörődnénk. Ha nem engednénk, hogy segítsenek a testvérek, és kiszabadítson belőle Isten. Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Hordjuk, emeljük önként, kin gyöngesége győz. Lehet ilyen, hogy a gyöngeség legyőz, de ha ott vannak a testvérek, mi meg nyújtjuk a kezünket, ennyi erőnk csak van, hogy annyira tudjuk nyújtani, hogy megfoghassák mások, hogy fölemeljenek. Nézd, csak nem is mi kapaszkodunk, mert ahhoz sincs erőnk néha. De aki nyújtja a kezét, azt a szabadító Isten soha nem hagyja ott a földön hevelni, hanem lábaira állítja, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem aki maga is megkísértetett. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Imádkozzunk! Úr Jézus, dicsőítünk azért, hogy amikor Istennek formájában voltál, nem tekintetted zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő vagy, hanem megüresítetted magadat, rabszolgai formát vettél föl, hozzánk mindenben hasonlóvá lettél, és amikor olyannak találtattál, mint ember, megaláztad magad, és engedelmes voltál halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Áldunk téged, hogy tudhatjuk gyengeségeidet, és azt, hogy fizikailag erőtlenül is engedelmes maradtál és győztél. És köszönjük, hogy megélted a mi gyengeségeinket, bizonytalanságainkat, erőtlenségünket, és olyan sokszor felemeltél már elesettségünkből, olyan sokszor bizonyosságot adtál arról, hogy megbocsáttattak a mi vétkeink a te nevedért, olyan sokszor feladatokkal és a te drága igéddel gyógyítottál, oly sok nyomorúságon keresztül hoztál már. Könyörgünk azokért, akiknek éppen most van nagy szükségük arra, hogy felemeld őket. Ne hagyd minket elesetten. Köszönjük, hogy mindenféle küzdelem, mindenféle gyaláztatás és hátratétel ellenére is összehasonlíthatatlanul jobb és más veled élni, mint nélküled. Könyörülj rajtunk, hogy senki ne maradjon nélküled itt közöttünk. Téged akarunk követni, és oda akarunk megérkezni, ahol te vagy. Köszönjük, hogy te még arról is gondoskodtál, hogy
az atyai házban, a mennyei dicsőségben legyen számunkra a hely. Olyan érthetetlen lesz számunkra, Urunk, hogy ennyi nyomorúság, ilyen sok erőtlenség után egyszer megérkezhetünk majd oda, ahol a nagy szombat az igazi nyugalom beköszönt, ahol örökkön örökké dicsőíthetünk téged. Segíts már most is dicsőíteni és ragaszkodni hozzád. Könyörgünk azokért, akik küszködnek az erőtlenségükkel. Légy gyógyítója a betegeinknek, vigasztalója a gyászolóknak. Könyörgünk most különösen azért a családért, ahol az idős szülőket egyszerre hívtad el magadhoz. Köszönjük, hogy nálad vannak ők. Kérünk téged, hogy adjál a család minden tagjának élő kapcsolatot veled és igazi vigasztalást most. De te adjál bátorítást, vigasztalást mindnyájunknak, hiszen olyan sokszor azt gondoljuk, hogy nincs tovább, és ami szemünk nem előre és nem fölfelé tekint, sokszor csüggetten lehunjuk már, és semmit se akarunk látni. Engedd, hogy lássuk ilyenkor is a láthatatlanokat, és hadd éljük át újra és újra, hogy te szabadító Istenünk vagy. És segíts minket, hogy odaálljunk azok mellé, akik roskadoznak. És ha egy picit is erősebbek vagyunk, mint a körülöttünk levő erőtlenek, akkor hadd tudjunk szeretettel segíteni. És adjál szót is a szánkba, hogy ne közhelyeket, szólamokat mondjunk, hanem a te drága igéddel tudjuk egymást erősíteni. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.